A Mogyoródi Szent Mihály római katolikus templom előtti térnek az ünnepélyes avatóját a 20. Szent László hét keretein belül rendezték meg 2014. június 22-én. A tér névadójának Falka József kántoratját, Mogyoród község díszpolgárát választották meg, aki 1964-től haláláig, 1994-ig kántorként és hitoktatónként dolgozott a településen. Az ünnepségen többek között részt vettek az önkormányzat képviselőtestületének tagjai, a Jakab Mihály Népdalkör, a Szent Mihály templomi kórus egykori és jelenlegi tagjai, és az egyházi óvoda képviselői is. Kovács Istvánné Marika Sík Sándor Örökösök című versével rótta le a tiszteletét. Az iskolaház folyosója sarkán, zsibongva, fürgén, tavaszias torkán, mennek előttem fiatalok, a lépcsőfokot hálmával ugorván. Köszönnek annak rendje módja képem, tudják ki vagyok, hisz ott lóg a képem. Valahol egy falon a folyosón, rég volt tanárok képei körében. Amint egyik másikkal összenézek, elnehezülnek vállamon az évek. Olyan avultnak érezem magam, mint egy elszürkült történelmi képet. De én kilépek rozsdás keretemből, s szürkült kezemmel, nem szürkült szívemből, áldást intek a sietők után. Atyai áldást a történelemből. Meghalljátok-e a múltbéli áldást, kik a holnaptól várjátok a váltást? Mindegy, megfogan. Hallatlan is, érzem, a nagyapai Istenhez kiáltás. Dús örökséget nem adhat apátok. Csak ami voltam, azt hagyom reátok. De hogyha Isten adja megfogan, boldog lesz tőle késő unokátok. Csak ami vagyok, azt, hogy szépen éltem, igaztól, jótól, széptől sose féltem. De ami nem szép, ami nem igaz, ami nem is jó, azt is most is értem. Megértem azt is, aki nem ért engem. Tudok ölelni múltat a jelenben. Akarom ölelni a jövőt, szolgálatára magamat jelentem. Szolgálatára embernek, világnak, nagy Istennek, kicsike hazának, vén magam helyett örökösül. Fiúk, fiaim, titeket ajánlok. A Jakab Mihály Népdalkör rengeteg dal tanult Falka Józseftől, és emellett emlékezetes kirándulásokon vettek együtt részt. Így sok-sok emléket őriznek szívükben a kántoratjáról. Mogyoród nagyközség polgármestere Babic László köszöntötte a jelenlévőket, és megemlékezett a tér névadójáról. Ettől a képviselőtestülettől nem idegen az a gondolat, hogy utcáink és tereink olyan emberek nevét viseljék, akik velünk éltek, akik sokat tettek értünk,
szolgálták Magyaródot, a magyaródi embereket. Bizonyára még többen emlékeznek arra, amikor tavaly ősszel elneveztünk egy utcát dr. Pesti Figyesről, településünk egykori plébánosáról. Most pedig egy újabb egyházi személy, Magyaród díszpolgára, Falka József következik. Hála Istennek még sokan vannak közöttünk azok, akik őt magát és munkásságát személyesen is ismerhették. Én magam is számtalan emléket őrzök, amely Kántor atyához kötődik, és örülök annak, hogy hozzájárulhattam, hogy Magyaródon az ő emlékét ez a tér fogja majd viselni, megőrizni. Úgy vélem, ez egy méltó helyszín ahhoz az emberhez, aki életének egy nagy részét velünk élte, és egészen haláláig itt volt, és válogatás nélkül szeretett bennünket, mindannyiunkat. Egy ajándék volt a számunkra. Az igazi ajándék ugye az, ha az embernek van valakije, akit szerethet, és ez a szeretet gyakran körbe jár. Nekünk pedig mindig is szükségünk volt, és ma is szükségünk van példaképekre. Most talán nagyobb szükségünk van rá, mint valaha. Kántor atyánk szellemiségét pedig méltán tekinthetjük példaképnek, és ezzel a mai gesztussal komoly lépést teszünk afelé, hogy ezt a szellemiséget megőrizzük. Máté György esperes plébános, Falka József egykori tanítványa, majd később évekig munkatársa volt. Azzal a fantasztikus pedagógiai készséggel, amivel ő rendelkezett, higgyétek el, sokkal nagyobb is lehetett volna. Én láttam azt a kis rajzos, kottás anyagot, ahogy ő az óvodáskorú gyerekeket olyan trükkösen oktatta, és megértették a zenei anyanyelvet, annak a alapjait, a kisgyerekek is, ahogy azt a módszert ő bevitte. Vagy a világhírű cimbalom iskola, amelyet Tarjányi Tóth Ida világhírű cimbalom művésszel együtt írtak, a cimbalom szakmai részét a művésznő írta, de a zeneelméleti részét az Kántor atya. Tehát azért kedves a magyarodók, ezt tessék tudni, hogy a Japánban vagy bárhol a világ bármelyik sarkában, aki cimbalom iskolát tanul, az mindig a Tarjányi Falka tankönyvből veszik. Nem akárki volt itt a faluban, egy nagy ember. De ő itt annyira a népnek a szívébe élt, és nem szállt el, nem játszotta meg magát, hogy neki milyen tehetsége van, milyen hatalmas kincsei vannak, hanem szétosztotta, megosztotta az emberekkel. És nevelt. Müller Marian Reményik Sándor Üzenet című versét mondta el a téravatón. Miért sirattok? Hisz Isten arca volt, mely simogatón hívón rám hajolt. És én mentem. És most fényözömben élek, és nem vagyok más, csupán tisztult lélek. Szirom hullás volt, árnyékom lehult, szemetek hát könyvbe miért borult. Ha emlegettek, köztetek leszek. Ha imádkoztok, veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem, így áldás lesz rajtatok. Babits László polgármester és Máté György atya leleplezte Falka József névtábláját, amelyet ezek után az esperes úr megáldott. Megáldom a emléktáblát az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, mindenható Atya Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, a Te Szent Háromságos neved segítségül hívásával, Falka József atyára emlékezve kérjük a Te isteni áldásodat erre az emlékműre, és Falka József atyára is, add, hogy az a jó példája és nevelő segítsége által bővüljön ennek a településnek a lakossága lélekben és igazságban, és akik erre járnak és rá emlékeznek, töltse el őket a te isteni szereteted, és hogy megerősödjenek
az igazi szent életben. A mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében megáldjuk ezt az emlékművet. Amen. A megemlékező ünnepség zárásaként az egybegyűltek közösen énekelték el a kántoratya 1946-ban írt Messze-messze című szerzeményét.